Szép estét kívánok mindenkinek! A mai este egy olyan összefoglalót fogok tartani, ami nem külön-külön taglalja, hanem egybe foglalja össze a veszteségkonfliktusnak a biológiai következményeit férfiakon és nőkön egyaránt. Hadd lássuk, hogy mit tudunk csinálni ebben az esetben, amikor valamit veszteségként élünk meg az életünkben, és mire kellene odafigyeljünk valójában, hogy ilyen konfliktusokat se éljünk meg természetesen. A problémák megoldásához, mivel hála Istennek nagyon sokan vannak első hallgatók minden előadáson, azért az alapokkal kell kezdeni, és éppen visszagondoltam, hogy március 21 óta, mióta tartjuk a Germán Gyógytudomány online ügyeletet, már annyi órát beszéltem, hogy gyakorlatilag 2-3 napos tanfolyam idejét beszéltem ki, mert ugye egy tanfolyam az 30 óra, és azért itt egy este nem egy órát vagy 2 órát tart a dolog, mert van a prezentáció, és utána egy óráig még a kérdésekre felelek, ami soha nem egy óra, hanem annál több. Szóval, aki hallgat minket március 21 óta, az azt hiszem, ha még eddig sose hallott a germán gyógytudományról, már rengeteg dolgot megértett, megtapasztalt, illetve rájött, hogy igen, ez az én életemben így történt, ez valóban így van, és ez a nagyszerű benne, hogy mindenki a saját élete történetéből be tudja azonosítani azokat a helyzeteket, amikor egy bizonyos megélés után voltak valamilyen biológiai tünetei. És ha már ezt valaki megtapasztalta, akkor számára már nem kérdés, hogy valóságról beszélek-e, avagy én itt hülyíteni akarom az embereket, mert ha a szkeptikus blogokat megnézzük meg, a kötpiszkálókat, hát elképesztő dolgokat írnak a germán gyógytudományról, nem veszik a fáradtságot ahhoz, hogy az eredeti forrásokból utána nézzenek, átveszik a sajtónak a mocskolódó, minden rágalmat tartalmazó cikkeit, és ezekre hivatkozva ítélnek el valamit, amit meg sem néznek. Hát ennyit a kötpiszkálóknak az alapos utána nézésükről, a tejáknak utána tudnak nézni, az egyéb dolgoknak utána tudnak nézni, vajon a germán gyógytudomány alapjainak miért nem tudnak utána nézni? Ja, mert nem szabad elismerni, hogy valóban így működünk, ahogy ezt Hammer doktor leírta, mert ha erre rájövünk és meg tudjuk magunkat gyógyítani, mi lesz szegény gyógyszeriparral? Szerintem mindenki az 1% adóját átadná nekik, csak hagyjanak békünket. Szóval ott tartunk, hogy germán gyógytudomány és ennek az atya, dr. Rike Gerd Hammer, az a csodálatos orvos, teológus és fizikus, aki egyben egy zseniális feltaláló is, és a találmányai után már jogdíjakat kap, amiből tudja biztosítani a családjának a megélhetését, és orvos feleségével, 4 gyerekével eldöntik, hogy a pénz nélküli gyógyítást fogják választani, és ezért kiköltöznek Olaszországba, Nápolyba, hogy ezt ott gyakorolják, hát rokoni kapcsolatok révén. A lényeg az, hogy ez 76-ban történik, és 2 év múlva, 78-ban egy tragikus esemény minden addigi elképzelést felülír, hisz Hammer doktornak a 19 éves fiát 78. augusztus 18-án két pisztolylövéssel halálosan megsebesíti az olasz trónörökös. Még nem hal meg Dirk Hammer, őt látjuk ezen a képen, hanem még 111 napig agonizál, majd december 7-én, 78-ban meghal az apja karjai közt. Az édesapjának, Hammer doktornak 2 hónapon belül, tehát 79. februárjában már komoly heredaganata van, és akkori tudásával a műtétbe beleegyezik, de kemói sugárkezelést természetesen az akkori tudásával sem vállalt be Hammer doktor. A kedves kollégák kevesebb, mint 1% esélyt adtak a túlélésére. Hammer doktor teljes mértékben felépül, és 81-ben már a nőgyógyászati ráklinikán dolgozik, és ott kérem szépen azt próbálja megtudni, hogy vajon a többi daganatos embernek a daganat kialakulása előtt milyen érzelmi megrázkódtatása volt.
És ugye ott tartunk, hogy Hammer doktornak herredaganata lett, és mitől lett? Mert elvesztette a szeretett fiát, és ugyan mindent megpróbált megtenni érte, de mégis elvesztette. Vagyis nem volt benne lelkiismeret, furdalás, hogy nem tett meg mindent, mert 111 napon keresztül ez az ember, mint egy oroszlán küzdött a kölykéért, hogy megmentse az életét. 19 műtéten ment át Dirk Hammer ez alatt a 111 nap alatt, egy végtag amputációt is túl kellett élnie, végig vigilkómában volt. Ezeket a dolgokat Hammer doktornak az eredeti munkájából mind megtudhatnák a kötpiszkálók is, hogyha egyáltalán érdekükben állna ennek a tudománynak a valóság tartalmát felfedni. Nos, itt fedezi fel Hammer doktor 1981-ben a rák vastörvényét, miután több mint 200 daganatos beteg is egybehangzóan azt bizonyította számára, nem 2, nem 20, hanem 200, hogy mindegyik életében a daganat megjelenése előtt történt egy nagyon váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, amiben benne ragadtak. És hát Hammer doktor német precizitással rendszerezi az anamnézist, a tüneteket, a leleteket, mindent, és rájön a rák vastörvényére, ami Dirk Hammer kritériumokat tartalmaz, a fiáról, Dirk Hammerről nevezte el azt az 5 kritériumot, ami ha jelen van, akkor elindul egy daganatos folyamat a testünkben. Ez nem csak a daganatra vonatkozik, amit az később kiderült, hanem minden olyan programra, ami egy érzelmi megrázkódtatás következtében indul el. Tehát van mindig egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, ami természetesen miről szól? Egy félelem és hozzákötött 1-2-3-4-5 gondolat. Mindig ahány gondolatot kötök egy félelemhez, annyi pszichés megrázkódtatásom lesz, csak ezt a magyar nyelv lelki megrázkódtatásnak nevezi, semmi köze nincs a nagybetűs lélekhez. És ezt, ha magányosan élem meg, és benne maradok ebben a kellemetlen lelki állapotban, hát akkor az agy közvetítésével elindul egy biológiai, szervi válasz. A konfliktus pillanatában rögzülnek a körülmények, amiket síneknek nevezett Hammer doktor, és ezek a sínek emlékeztetni fognak minket, ha nem oldottuk fel érzelmileg mindazt, amit érzelmileg elindítottunk. Vagyis itt vagyunk a kiinduló pontnál, ahol rögtön le is állíthatunk bármilyen daganatos vagy krónikus betegséget a szervezetünkben, hogyha hajlandók vagyunk lezárni a napjainkat békével. És hogyha ez megtörténik, tehát hogy érzelmileg zárom le azt, amit érzelmileg elindítottam, akkor a program nem folytatódik. Jó hír ez. Megérné kipróbálni, hogy egy hónapon keresztül minden este békével lezárom a napjaimat, az összes bosszankodásomat, aggódásomat, félelmemet, jövőtől való félelmemet, stb. Mindent lezárok békével. Vajon mi történne? Meg se betegednénk. Az értelmes biológiai különprogram azt jelenti, hogy Hammer doktor már nem betegségnek nevezi mindazt, ami a szervezetünkben történik, hanem egy nagyon értelmes biológiai programnak, ami különben nem indul el csak akkor, ha benne maradunk a konfliktusban. Márpedig ez csak tőlünk függ, kérem szépen. Mindig lesznek megrázó események az életünkben, de ideális esetben 2 perc alatt kilépünk belőle, legyen szó 10 vagy 20 millió forintról is, abszolút nem számít, mert megkérdezem én, pénzben kifejezhető valakinek az egészsége? Megéri, hogy pénz miatt bosszankodjak és csináljak magamnak EPE programot, hasnyálmirigy programot, és aztán abba eltemessenek? Megéri? Megéri, hogy akkor a aggódást éljek meg, hogy abból egy emlődaganat legyen? Hogy csak néhány alapvető dolgot, mindennapi problémát vessünk fel. Tehát nincs az a pénz, hogy megfordítsam a gondolatot, amiért én hajlandó lennék benne maradni egy konfliktusba több mint 2 percig. Nem, kérem szépen. A bosszankodásnál is elmondtam, a legfontosabb abból a rögtön a kilépés. És ha elmondom 10-szer egymás után azt, hogy ez van, akkor a végén már tényleg kívül vagyok a történeten, és kívülről látom magam, és képes vagyok ebből a helyzetből azt is meglátni, amit eddig nem láttam. Azt is, hogy ez engem mire tanított.
mire akar engem ez rávezetni. Mert nem véletlenszerűek még a balesetek sem, bár a balesetek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe, de éppen ma is kiderült egy konzultáción, hogy a baleset után megélt összes önleértékelés még mindig aktív. Még mindig aktív. Hát itt van a probléma, kérem szépen, hogy az érzelmi megrázkódtatás az fenntart egy biológiai programot, és hiába próbálnak a baleset után gyógytornászok rajtam segíteni, ameddig én nem engedtem el a konfliktust. Ezt értsük meg. Az, amit én indítottam el, azt én kell leállítsam. Az, ami eltörött, azt a baleseti sebészeten összerakják. És ha megengedem, meg is gyógyul. De mindig én vagyok az, aki dönt. És hát ugye dönthetek félelemből, vagy dönthetek egy pozitív gondolat és érzés összeköttetésével úgy is, hogy meg sem betegszem, vagy ha már megbetegedtem, akkor meg is gyógyulok. Szóval a lényeg az lenne, hogy mai napunkat is zárjuk le békével, és azért időztem el ennyit az első természettörvénynél, mert itt a legfontosabb megfogni a dolgokat, ezt értsük meg. Nem győzöm eleget hangsúlyozni. És remélem, hogy akiben még volt eddig kétség, hogy ennek mi értelme újra meg újra elmondani, rájön akkor, amikor a saját életéről van szó. Hammer doktor felfedezi nem sokkal az első törvény után, a második természettörvényben, hogy két szakaszban zajlik minden. Van egy konfliktus aktív, és van egy megoldást követő szakasz. Nyilvánvaló, a vízszintes tengely az időtengely, és ezt a grafikont Hammeri iránytűnek nevezzük, Hammer doktor munkássága alapján. Becsapott az istennyila, és a DHS becsapódása után történik meg az, amit úgy hívunk, hogy konfliktus aktív szakasz. Kék színnel jelölte Hammer doktor, mert hideg tüneteket fogunk megtapasztalni, tehát hideg a kezem, hideg a lábam, emelkedik a vérnyomásom, a pulzusszám, és természetesen feszült idegállapotban vagyok. Amint említettem, kiugrott a macska az ablakon, és elütötte egy autó. Most ez egy bagatell dolog valakinek, mert ha nem az én macskámról van szó, akkor nincsen semmi baj. Nem érint meg olyan mélyen. De ha a nagymamának az egyetlen élő társa, akihez oly mértékben kötődik, hogy minden örömét abban leli, hogy a macskát ellátja, hogy a macska dorombol, akkor ebben a pillanatban a nagymama egy veszteségkonfliktust fog megélni. Vagy nagymama hírt kap róla, hogy az unokáját baleset érte, és meghalt. Ugyancsak veszteségkonfliktus. Vagy hírt kap róla, hogy a lánya elvetélt. Ez megint veszteségkonfliktus. És másképp fog hatni a nagymamára, és másképpen hat egy veszteségkonfliktus, egy hormonálisan a fajfenntartás korszakában élő férfira vagy nőre, de ezeket majd részletezzük. Konfliktus megoldása az mindenképpen egy lényeges kérdés, és ha ez megtörténik akár érzelmileg, akár úgy, hogy lesz egy másik macska, születik egy másik gyermek, stb., akkor beindul a gyógyulási szakasz, és ez gyulladással jár. Mindkét esetben, akár a heréről, akár a petefészekről beszélünk, a megoldási szakasz gyulladással fog járni, és folyadékbeáramlással, amint látjuk, exudatív fázis folyadékbeáramlást jelent, és még fejfájás is adódik az egészhez. Az epileptoid krízisben azok a bizonyos ciszták le fognak szakadni a petefészekről, és a hegesedési fázisban létre fognak jönni azok az úgynevezett csokoládé ciszták, amelyek arról szólnak, hogy ösztrogént termelnek a konfliktus megoldása után. Pedig ez akkor egy nagyon fontos dolog, de meg fogjuk látni a továbbiakban, hogy ez hogyan és miként történik. A harmadik természettörvény tisztázza számunkra, hogy mi történik a konfliktus aktív és a megoldási szakaszban. Ne feledjük el, hogy minden a túlélésről szól, és a konfliktus aktív szakaszban már kapunk egy nagyon fontos biológiai segítséget arra, hogy megoldjuk a konfliktusunkat. És annak függvényében, hogy a konfliktust én egy lelkismeret furdalással vagy anélkül értem meg, más lesz a biológiai válasz,
de mindenképpen a konfliktus aktív határ, a konfliktus aktív szakaszban már a túlélés érdekében történik meg a sejteknek a szaporítása, a sejteknek a sorvadása, vagy a működés változása, ha a szervezetet tekintjük, és a megoldásban ezek a programoknak a fordítottja fog megvalósulni, vagyis a megoldási szakaszban lebontjuk a felesleges sejteket, a megoldási szakaszban visszaépítjük a lebontott sejteket, hogy rendbe kerüljön minden, és a működésváltozást is helyre fogjuk állítani természetesen, hogyha működésváltozásról volt szó. Ugyanis sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, ennyire egyszerű az egész. Az ősagyhoz az agytörzs és a kisagy tartozik, és az ezek által irányított programokban, tehát mindig először szaporítunk, aztán lebontunk, és a lebontott sejteket a nyirokrendszer fogja újra hasznosítani, vagyis ott nincs áttét. A nagy agyhoz a agykéreg és az alatta levő fehér állomány tartozik, az innen induló programoknál mindig előbb sorvadás lép fel, a megoldásban visszaépítés, és van még külön a működésváltozás, ami a megoldási szakaszban helyre fog állni. A következő fólián Hammer doktor arra utal vissza, ami megadja a tudományos alapját mindannak, amiről eddig is beszéltem. A biológiai testünk egy megtermékenyített petesejtből alakul ki, és ez a megtermékenyített petesejt osztódik, és ezek az osztódás következtében fog létrejönni ez a három csiralemez. A csiralemezekből létrejönnek a megfelelő szervek, és ezeknek meg lesz a megfelelő irányításuk. A sárga színnel jelzett belső csiralemezből azok a sejtjeim alakulnak ki, amelyek a túlélésemet fogják biztosítani. A túléléshez szükségünk van táplálékra, táplálékfalatra, vízfalatra, levegőfalatra, fény- és hangfalatra. Ezeknek a falatoknak a megszerzését az agytörzs irányítja, és mint tudjuk, sejtszaporítással kezdődik a program, majd sejtlebontással fog befejeződni, erről külön webkonferencián lehet tájékozódni. A narancssárga mezoderma csiralemezéből kétféle sejt alakul ki, a régi és új mezodermális sejtek. A régi mezodermális sejteket a kisagy vezérli, és épp úgy, mint az agytörzs, itt is a hozzátartozó szövetekben először sejt szaporodás indul, mert minden vélt vagy valós támadásra az írhar elébe fog becsapódni ez az érzés, és elindítja az írhában a sejtszaporodást, vagy a hashártyában, mellhártyában, vagy a szívburokban a sejtszaporodást. Amikor viszont túlzásba viszük az aggódást, akkor melldaganat lesz a következménye, adenokarcinóma, vagyis a tejtermelő sejteknek a túltermelése. Erről is volt szó különböző konferencián. Itt látjuk a nagy agy fehér állományát, fölötte pedig a kérget, látjuk, hogy ez a kettő egymáshoz tartozik. A nagy agy fehér állománya az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseinknek a becsapódási helye. Itt látjuk a koponyalappal párhuzamosan készült képet, ahova becsapódhatnak, és már is mutatom, hogy ez a két nagy sárga relé, ez az a relé, ahol a petefészek, illetve a herének a hormontermelő irányítása valósul meg. Szóval ott tartunk, hogy önleértékelés, önpusztítás, és ez tehát a mozgással kapcsolatos szöveteinket érinti túlnyomó részben, mert ide tartoznak a csontok, ízületek, izmok, erek és kötőszövet, zsírszövet, de ide tartozik természetesen a veszteségkonfliktus, amikor én kibásnak érzem magam amiatt, mert elvesztettem a gyermekemet, elvesztettem az unokámat, elvesztettem a életem párját, ezek a veszteségek ide fognak becsapódni. Itt van a túlhajszoltságnak is a következménye, itt van a két szívizom relé, és itt fogjuk megtalálni a két mellékvese kéregnek is a reléjét, meg a lépnek a reléjét, csak hogy teljes egészében lássuk ezt a metszetet. A
piros színnel jelzett külső csirralemez sejtjeit az agykéreg irányítja, a piros baba az elválasztási konfliktust ábrázolja, és itt jobbra fent ez a metszet a birtokzónákra utal, a birtokkonfliktusokra. Ezekről mind külön webkonferencián tudunk tájékozódni. A fel nem oldott konfliktusok fogják a krónikus betegségeket okozni számukra, és láthatjuk, hogy ez vagy túlzott sorvadáshoz, vagy túlzott szövetépítéshez vezet, mind a kettővel fogunk találkozni ma. A policiklikus lefolyással is találkozunk, amikor újra és újra indítjuk ugyanazt a programot, mert nincs megoldva érzelmileg, és a függőgyógyulásnak is látni fogjuk a következményeit a Petefészek és Herep programjában, akkor, ha nincs megoldva érzelmileg a program. A negyedik természettörvényben Hammer doktor rámutatta arra, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok nem az ellenségeink, hanem a barátaink, segítenek lebontani a felesleges sejteket a falatkonfliktusoknál és a támadási konfliktusoknál, a gombák és a mikobaktériumok, és segítenek visszaépíteni a sejteket az önleértékelésnél, illetve az elválasztási konfliktusnál. Ezekben most nem szeretnék mélyebben belemenni, azt tudni kell, hogy ami ezeken kívül van, ami a sejtjeinken kívül van, azok a úgynevezett kórokozók és fizikai tényezők, azok igencsak ellenségeink, és láthatjuk ezt a jelenlegi járványnak nevezett helyzetben is. A lényeg megértésének a törvénye az ötödik természettörvény, amit mindenki saját maga megtapasztalhat, ha kinéz az ablakon. Nem kell szerintem senkinek se bizonyíték arra, hogy megértse, hogy minden, ami él, az élni akar, és a biológiában értelmes biológiai különprogramok futnak, aminek a célja a túlélés és a faj fenntartása. A DHS az a pillanat, ami az én megélésem alapján elindít egy biológiai választ, márpedig az én megélésemet senki nem tudja elmondani, csak én magam. Mindenki elmondja, hogy milyen körülmények voltak, milyen volt az autó, milyen színű volt a cica, de hogy én mit éltem meg abban a pillanatban, azt csak én tudom elmondani, és ezért van az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Röviden ennyit szerettem volna bevezetőleg elmondani, mert itt azért van komoly elmondani való az előadásban, hogy mi is az a veszteségkonfliktus. Tehát utaltam arra, hogy a élőlénynek az elvesztéséről beszélünk, és soha nem valamilyen tárgyi dolognak az elvesztéséről. Tehát a kedvenc háziállatnak az elvesztése is ugyanolyan trauma egy magányosan élő ember számára, vagy egy gyerek számára, mint egy szeretett párnak az elvesztése, szülőnek, barátoknak az elvesztése. Ne felejtjük, hogy a gyerekek számára az a bizonyos maci, az egy nagyon lényeges társ, ő azt megszemélyesíti, és ezért ő veszteségkonfliktust tud megélni gyerekként is, ha eltűnik a maci, ha ott felejtjük a buszon vagy a vonaton, vagy éppenséggel a kutya széttépte, és nem lehet már odaadni a gyereknek. Tehát ilyen esetben jó lesz kettőt venni belőle, és hetente cserélgetni, mert amikor akkor adjuk oda az újat, amikor a régi eltűnt, akkor rögtön tudni fogja a gyerek, hogy ez nem az igazi. Szóval ez csak ilyen szülői jó tanács. De a veszteségkonfliktusnak a lényege abban rejlik, hogy hogyan élem meg magát a veszteséget. Amint mondtam, ha teszem azt, lelkismeret furdalásom van, mert még nem épült fel a ház, és úgy terveztük, hogy majd mikor a ház készen lesz, majd akkor vállaljuk be a gyereket, és így az első érkezőt nem vállaltuk be, akkor ameddig ezt nem oldjuk meg, kérem szépen, addig a biológiám lehetetlenné teszi, hogy teherbe essen a nő. Mert most éppenséggel a petefészekre ható veszteségkonfliktusról beszélek. A petefészekben kétféle sejt van, az egyik a hormontermelő, a másik pedig magát a petesejteket termeli. Na most, ha csökken az ösztrogén szint, mert sorvad a hormontermelő szövetnek a mennyisége, nyilvánvaló, hogy már megborítja az addigi normális menstruációs ciklust, lerövidül, megvonásos vérzés lesz,
vagy egészen el is marad a menstruáció, amenoreának nevezzük, de tény is való, hogy ebben az esetben a konfliktus aktív szakasz, ameddig tart, nem tud a baba összejönni. A megoldási szakasz arról szól, hogy az exudatív fázisban, ugye, ahol folyadék áramlik be a gyógyuló szövetekbe, tehát a petefészekbe, akkor hirtelen nem csak egy, hanem több petefészek tömlő is megérik, cisztává fejlődik fel, és a ciszták a petefészek szélén körben megjelennek, ebből már is policisztás ovárium lesz. A kérdés csak az, hogy mennyi ideig tartott ugye az egész konfliktus aktív szakasz. A megoldási szakasz, akár milyen hosszú volt számunkra a konfliktus aktív szakasz, a megoldási szakasz 9 hónapig zajlik le, ha ezt mi el nem rontjuk. Az első részben, az első exudatív fázisban, tehát policisztás ovárium fog kialakulni, petefészek ciszták, ezekbe a cisztákba pedig ösztrogén termelő mezodermális szövet fog kialakulni. Ennek pontosan az a biológiai értelme, hogy ha már megoldottam a veszteségkonfliktust, akkor mindent elkövetünk, hogy ez a nő, hát hogy is mondjam, még nőiesebben viselkedjen, mint eddig, még magamzó képesebbé tegye a biológia, mint eddig, a megemelkedett ösztrogén szinttel. Csak hogy ha ezek a ciszták leszakadnak a petefészekről, és mint indurálód a ciszták a has üregben kötnek ki, és oda tapad a hashártyához, vagy valamelyik bélkacshoz, ez nem azt jelenti, hogy petefészek rák áttétekkel, ez azt jelenti, hogy éppenséggel a második gyógyulási szakaszban vagyok, vagyis amit úgy hívunk, hogy hegesedési fázis. És itt jön egy nagyon lényeges kérdés, endometriózis, ami már megnevezésében is hibás, hiszen nem az endometrium, vagyis nem a mély nyálkahártyája fog bevándorolni a hasüvegbe, nem tudom én hogyan, átkuszva a mély izomzaton, vagy kitüremkedve a petevezetéken, ezt még senki nem tudta megfigyelni, mert mondom, ilyen nincs, hanem itt arról van szó, hogy mikor megoldottuk ugye a veszteségkonfliktust, és létrejönnek a ciszták, akkor mondtam, hogy a policisztás ovárium után kialakul az indurált ciszta, amit még csokoládécisztának is neveznek, hogyha szilárd tokot képez. Ez fogja az ösztrogént termelni. Ezek az indurált ciszták, ezek tehát nem a mély nyálkahártyájából, hanem az új mezodermális hormontermelő kötőszövetből fog kialakulni természetesen, 9 hónapig pedig újabb ciszták fognak képződni, hogyha szétpukkan, mert ugye jogunk van magányosan elhagyatottan megélni a történetet, és a folyadék gyülem miatt, ami a cisztába összegyűl, ez az egész szövet kijut a hasüregbe. Újabb 9 hónapig a ciszták létre fognak jönni. Természetesen a konfliktusnak az újraindítása vagy érzelmi fölnemoldása is oda fog vezetni, hogy ezek a ciszták folyamatosan termelődnek. Tehát az endometriózis, mint megnevezés hibás, nem a mély nyálkahártya, hanem a petefészeknek a hormontermelős szövetei szaporodnak, és csak azért szaporodnak, mert megoldottam azt a bizonyos veszteségkonfliktust. Semmi köze nincs az endometriózisnak, az összes többi korképhez, amit még hozzá szoktak adni, hogy akinek endometriózisa van, annak még ilyen, meg olyan, meg amolyan betegsége lesz. Ez azt jelenti, hogy az endometriózis mellett még teszem azt, ellenszegülési konfliktusa van, és éppenséggel hát az is a problémája, hogy cukorbeteg lesz, vagy éppen megél egy olyan történetet, amit önleértékelésként él meg más szinten, és akkor lesz egy csontizület programja, vagy éppenséggel magányosan érzi meg, éli meg a dolgot, mint mondtam, és akkor veseprogramot indít. Tehát mindig fogunk tudni valamit még csinálni, azon kívül természetesen, amit eddig is megcsináltunk. A veszteségkonfliktusnak a taglalásánál tisztáznunk kell a nagymama korú veszteségkonfliktust, mert ebben az esetben, ha a veszteségkonfliktusról beszélek, a nagymamának
mondjam úgy, hogy választási lehetősége van. Vagy ő is betefészek, hormoncsökkenéssel és visszaépítéssel fog reagálni, mint ahogy azt az előbb kivetítettem, és abban az esetben 9 hónapra a nagymamának megjön a menstruációja, akár 70 évesen is, sőt, még teherbe is eshet. Vagy az unoka elvesztése miatt a mély nyálkahártyájának a túlszaporodásával fog reagálni, amit aztán ugye már mély testráknak neveznek, de akkor fogják csak felfedezni, amikor az exudatív fázisban a felesleges sejteket elkezdi lebontani. És hát akkor ilyenkor gennyes, véres, tuberkulotikus léj csorog ki a hüvelyen keresztül, elég riasztó, meg hát kellemetlen illatú és színű és állagú, és akkor ezt már mély testráknak nevezik, pedig csak a mély nyálkahártya túlburjánzásáról van szó, amit egy egyszerű kürettel hát meg lehetne oldani, és nem kellene kipakolni a nagymamából mindent. Eljutottunk az endodermális programból a petefészek és here teratómához. Mert mindkét esetben, ha úgy reagálunk, mint Hammer doktor reagált, aki mindent elkövetett, hogy megmentse a gyermekét, de mégis meghalt a karjai között, tehát nem volt benne lelkiismeret furdalás, és nagyon súlyos veszteségként élte meg ezt az egészet, akkor viszont a herének, illetve a petefészeknek az őssejtjei fognak nagyon gyorsan szaporodni, ezt fogják teratómának nevezni, és ezért lett Hammer doktornak 2 hónap alatt gyönyörű heredaganata. Ennek a központja, ennek természetesen, hogy a középagyban van, és nem a fehér állományban, hisz endodermáról beszélünk. A lényeges itt, hogy konfliktus aktív szakaszban történik a rengeteg sejtnek a termelése, és ebből adódóan a herének és petefészeknek a teratómás megnagyobbodása, a megoldásban pedig történik a gyulladással való lebontása. Ez nem egy egyszerű történet. Úgy gondolom, hogyha egy ilyen folyamat túl hosszú ideig tartott, és van egy begyulladt petefészek valakinek a hasában, akkor jobb attól az egy petefészektől megszabadulni, mintsem, hogy csináljon belőle egy hasárta gyulladást is, vagy valamilyen egyéb komplikációt, annak függvényében természetesen, hogy mekkora az a bizonyos túlburjánzás. Szeretném megemlíteni azt is, hogy vannak úgynevezett dermoid ciszták. A dermoid ciszta az létrejöhet akár a petefészek felületén, akár más szöveteken is. Ez mindig fogakat, hajakat, kötőszövetet, csontdarabokat tartalmaz, valójában a meg nem született ikertestvérnek a szöveti maradványát jelenti, ami elkezd növekedni, milyen érdekes, hogy mindig akkor, amikor veszteségkonfliktust él meg valaki, nem csak úgy gondol egyet magában, és nem szülés után 3. nap kezdő fejlődni, hanem akkor, amikor már felnőttként egy veszteségkonfliktust éltünk meg DHS-ként, természetesen ezt is műtétileg el kell távolítani. A herénél tartunk most már, és megint annál a szövetnél, ami a hormonokat termeli, és ez a herében a Leydig sejteknek a feladata, ezek pedig az irányítását innen kapják ebből a 2 reléből, ami alatt meghúzódik a veseparenkimának is a reléje természetesen. Ez csak egy grafikus ábrázolás, hogy el tudjuk képzelni, hogy hol is kell keresni egy koponya CT-n a herének vagy a petefészeknek a reléjét a fehér állomány szintjén. Na most, hogyha valaki hát lelkiismeret furdalással éli meg a veszteségkonfliktust férfi létére, ugye, akkor a tesztoszteron termelése fog természetesen csökkenni. Miért? Mert konfliktus aktív szakaszban megtörténik a herének a sorvadása, fájdalmatlan sorvadás, majd a visszaépítésben megtörténik a fájdalmas visszaépítés természetesen, és ez az egész gyulladásos folyamat nem csak a heréket érinti, hanem természetesen a mellékherét is érinti, tehát here és mellékhere gyulladásnak a programja egy és ugyanaz, hiszen a termelődött sejtek azok ugye a mellékherén keresztül hagyják el a herezacskót. És itt is meg kell emlékezzünk a prostatának a programjáról, épp úgy, mint hölgyeknél a mély nyálkahártya programjáról,
mert bizony idős embernél, aki már nem reagál birtokvesztéssel férfiként, férfiasan egy birtokvesztésre, az egyszerű veszteség konfliktussal fogja lereagálni, ha a barátnője például lelép. De olyan történetünk is volt, mikor egy idős úr hazajött Amerikából, éppen nagyon jól állt anyagilag, és volt egy prosztata programja, aminek nem a férfiasságával kapcsolatos konfliktus volt a hátterében, hanem a fiának az elvesztése, akit hát elkaptak drogkereskedelemmel, és 30 év börtönt kapott. És ő maga mondta ki, amikor bejött, hogy hát igen, ez történt, és kérdem is, mit jött meg? Hát az, hogy elvesztettem a fiamat. Benne van, elvesztettem a fiamat, túl vagyok az andropauzán, és akkor természetesen a prosztatával tudok reagálni, hogy konfliktus aktív szakaszban szaporítok, megoldásban pedig lebontom a felesleges sejteket. De ugyanúgy, ahogy a nagymamának is megjöhet a menzesze időskorában, és 9 hónapig még teherbe is eshet, ugyanúgy a férfiaknak is van egy másik ilyen lehetőségük, mégpedig akár 86 éves korban is, amikor feloldja a veszteség konfliktusát az idős úriember, akkor 9 hónapig úgy működik, mint 20 évesen. Utána természetesen megint lenyugszik és otthon fog aludni. Ilyen történeteket ezekben a külön webkonferenciákon elmondta. Nos, mi van akkor, ha nem oldom meg a konfliktust? Természetesen a heredaganat teratómaként fog növekedni, hogyha ugye lelkismeret furdalás nélküli veszteséget éltem meg, de heres sorvadás lesz belőle és meddőség, hogyha engem mardos a lelkismeret. Ha a prosztatába csapódott programról van szó, hormonális változás után, az prosztata túltengés. A petefészeknél is hasonlóan zajlik le minden, mert petefészek teratóma, sorvadás, meddőség lesz, amíg nem oldom fel a veszteség konfliktust, és én ezért hibásnak érzem magam, addig kérem, nem jön össze a baba. Mély nyálkahártya, túltengés és klimax után ez várható. Volt olyan történetünk, hogy egy hölgynek a első házasságában született egy gyerek, karamboloztak, a gyerek halt meg csak a karambolban, elváltak, és a második férjével nem jött össze a baba, mert még mindig nem oldotta fel érzelmileg első gyerekének az elvesztését. Abban a helyzetben, ha függő gyógyulásról beszélünk, nyilvánvaló, akkor ez krónikus mellékheregyulladást jelent, herecisztát fog létrehozni, épp úgy, mint ováriumcisztát, policisztás ováriumot, és abból adódóan endometriózist. A férfiaknál nem lesz olyan program, mint a nők esetében, hogy leszakad és a hasüregben keres magának vérellátást, hogy hormonokat termeljen a szervezete. A policiklikus lefolyással természetesen, hogy hol jól vagyok, hol kevésbé, mert visszatérő krónikus lefolyású here és mellékhere gyulladások fognak ismétlődni, illetve krónikus petefészek gyulladások. De kérdezzük meg akkor magunktól, mielőtt tovább lépnénk, hogy miért is élünk mi meg ilyen konfliktusokat? Addig, ameddig engem biológiai kapcsolat köt bárkihez is, addig biológiai konfliktusoknak leszek az áldozata. A háromnapos képzéseinknek a lényege az, hogy kívül a biológián. Hogy értsük meg, hogy azt a történetet, ami bárkivel is megtörtént, az nem egy végzetes tragédia. Még akkor is, ha valakinek a frekvenciaváltásáról van szó, természetesen. Ez nagyon-nagyon komoly kérdéseket vet föl. Én tudom, hogy vannak, akik most nagyon tiltakoznak az ellen, amit mondok, de tessenek egy kicsit belegondolni. Csak azt tudom elveszíteni, amiről azt hittem, hogy az enyém. Márpedig mindig elmondtam tanfolyamokon, s aki hallgatta, az nézett nagy szemmel, hogy a gyerek nem az enyém, csak leasingelem Istentől. Ő választott engem, hogy az apja legyek és neveljem, és nem én csináltam őt. Már bocsánat a kifejezését. De amikor így állok hozzá a gyermekemhez, akkor megtisztelve érzem magam, hogy engem választott szülőnek, és amikor
másképpen dönt, azt is el tudom fogadni. Azt is el tudom fogadni, hogy engem választott, és azt is el tudom fogadni, hogy éppenséggel másfelé vitte az útja. Senki nem vállalhat felelősséget egy másik ember döntése miatt. Én gondolom, ezzel mindannyian egyet tudunk érteni. De gyötörhetjük magunkat természetesen, és aggódhatunk azért, mert éppen a gyerekem letért a helyes útról, és éppen drogozik, és azt élem meg, hogy elvesztettem a gyermekem. Kitűnő program, csinálok belőle here vagy petefészek programot. De ettől még a gyerek nem fog nem drogozni. A gyerek azért drogozik, mert boldogtalan. És hogyha ezzel foglalkoznánk, akkor nem jutna a droghoz. Természetesen. De az ő választása az, hogy megoldja a félelmeit, a konfliktusát, vagy droghoz nyúl. Ez nem az én felelősségem, és nem a szülő felelőssége, akkor is, ha ostorozzuk magunkat, hogy biztos nem figyeltem oda, biztos észre kellett volna vegyem, de a tanár miért nem vette észre, és tudjuk ezt tartani, ezt a konfliktust, akár 4-5 éven keresztül is. Megéri? Megéri? Igen, felelősséggel tartozunk a gyermekeinkért addig, amíg úgymond ki nem repülnek, amik a lábukon nem tudnak megállni. Na de a felelősség, kérem szépen, arról is szól, hogy a gyereknek is van felelőssége. És hát a szívtől szívig kommunikáció az mindig a legjobb megoldás arra, hogy egy gyerek idejében elmondja azt, hogyha valami számára kényelmetlen, vagy valami félelme van, vagy valami lelki fájdalma van. A szívtől szívig kommunikációt nem tanítják a kommunikáció szakon, mert amit ott tanítanak, az valójában manipuláció, és nem kommunikáció. Szóval csak azt tudom elveszteni, amiről azt hittem, hogy az enyém. És a birtokkonfliktusok is ugyanígy erre a mintára alakulnak ki, mert azt hiszem, hogy az az enyém, és birtoklom, és amikor elvesztem, akkor vagy veszteségkonfliktust, vagy birtokvesztést élek meg, és az már a szívkoszorú ereket érinti, ugye? És abból még nagyobb problémákat tudunk csinálni. De nyilvánvaló egy konfliktus során sok mindent meg fogunk élni. Legyen ez egy válás, amikor is teszem azt, a feleség úgy dönt, hogy otthagyja a férjét, és a két gyerekkel elmegy. Ez a férj számára, aki szereti a feleségét, egy hatalmas veszteségkonfliktus, elvesztette a párját, partner oldal, elvesztette a gyerekeit, másik oldal, dupla veszteségkonfliktus egy szexuális megalomániához fog vezetni. Csak hogy megértsük a megalomán konstellációknak ezt a finom részét is. Ezen kívül megéli azt, hogy nem tudom átölelni a gyerekeimet, jelindít egy motoros bénulást, ami nem olyan észrevehető, mert a karokban, míg a ceruzát meg tudjuk fogni, vagy tudunk írni, addig ez nem feltűnő. A lábunkban történik meg egy motoros bénulás, az már sokkal feltűnőbb, mert akkor a járásunk az rögtön mutatja. Megél harmadiknak egy elválasztási konfliktust is, mert nem tud hozzáérni, megölelném, de nincs kit megöleljek. Nem tudom magamhoz ölelni a gyerekeimet, vagy a páromat. És az is már egy szenzoros, skizofrén, konstellált állapot. Fantasztikus emlékezet kiesésekkel természetesen. Valamit csinál, valamit letesz, és már nem tudja, hogy hova tette. Vagy nem tudja, hogy mit mondott ezelőtt 10 perccel. Tehát nagyon komoly konfliktusok és következmények vannak annak függvényében, hogy mit élünk meg. De még mindig ott tartok. Birtokolhatja-e bárki is a gyerekeit? Birtokolhatja-e bárki is a másik embert? Mert amikor a birtoklás helyett azt a fajta önzetlen, elfogadó szeretetet élem meg a másik emberrel minden nap, ami aznap adódhat, akkor abból nem lesz ilyen probléma. Amikor örülni tudok az együttlétnek, abban nincsen féltés, nincs féltékenység, nincs méhnyakrák, abból egyszerűen csak öröm van. És ha egy párkapcsolat napról napra az örömről szól, hát abból egyik fél se akar majd kiszállni. Én úgy gondolom, hogy egy párkapcsolatot nem csak összehozni kell, hanem karban tartani is, és ismét felkérem az urakat, hogy legyenek szívesek megkérni a feleségeik kezét minden nap, lehetőleg reggel, amikor a reggeli kávét az ágyba viszik nekik. Nézzük meg, hogy milyen lesz a reakció. Én ezzel szeretném valamelyest segíteni azt, hogy a veszteség konfliktusainkat
ne éljük meg ilyen mélyen, ne tegyük tönkre semmilyen szervünket, hanem tudjuk elfogadni, hogy most ez a történet így van, így alakult, és ha per pillanat nem is értem, hogy milyennek a haszna, milyennek, mit kell ebből megtanuljak, vagy milyen ezután, nem dől össze a világ. A madarak ugyanúgy csicseregnek kint a fán, a nap holnap is föl fog kelni, és nekünk a holnapi napot kell megoldanunk. Egy nagyon kemény következtetés. A Hammer doktornak nem hal meg a fia a karjai között. Rájött volna az öt természet törvényre? Tudjuk, nagy árat fizetett érte. De valami olyan dolgot hozott az emberiség számára, ami pótolhatatlan. Ami a betegek számára most már kiutat, reményt és fényt ad. Kérdés, hogy hajlandók vagyunk-e a biológiai tudatosságon túl egy másik tudatossági szinten, kívül a biológián, örömben élni és nem félelemben, azokat a dolgokat megteremteni, amire vágyakozunk, vagy félelmünkben mindent megteremtünk, amitől félünk. A germán gyógytudomány egy fantasztikus tudomány, mert reprodukálható. Minden esetben reprodukálható. Mindenki, aki veszteségkonfliktust fog megélni, annak bizony az ivarmirigyeivel lesznek problémái. Összehasonlítható, előrejelezhető. Az, hogy ha megoldottam, hogy mikorra fog meggyógyulni. Ez egyszerűen csodálatos. És minden tünet mögött egy konfliktust kell megkeresni. Nem kettőt, mindig csak egyet. És a tünet hajszál pontosan mutat arra rá, hogy mit éltem én meg az adott pillanatban. Ez kérem szépen tudomány. És nem statisztika vagy állatkísérlet fogja eldönteni, hogy mi van, hanem az, hogy ismerem-e az embriológiát valamilyen szinten, meg az öt természet törvény. A laikus hallgatóságnak elegendő lenne csupán a saját élete történetéből rekonstruálni, hogy éppenséggel akkor, amikor az volt a bajom, akkor valóban azt éltem meg. És azt kellene megtanulnunk, hogy hogyan éljünk félelmek nélkül. Mindig csak attól félünk, amit nem ismerünk. De ha most már ismerjük, hogy hogyan működünk, ha el tudjuk fogadni az ötödik természettörvényt, hogy mindig a túlélés és a fajfenntartás érdekében történik minden a szervezetünkben, akkor talán megnyugodhatunk, illetve ha a mai napunkat is békével fogjuk lezárni, akkor meg sem betegszünk. Köszönöm mindenkinek a figyelmét.